Főtisztelendő püspök atya, miniszter úr, polgármester úr, kormánymegbízott úr, kedves megjelentek, diákok, szülők, 5 év, 500 iskola, 100 milliárd forint. A köznevelési infrastruktúra fejlesztésének ezek a számai. Az elmúlt 5 évben több mint 100 milliárd forintot fordítottunk 500 iskolára, energetikai beruházások, természettudományos műhelyek, laboratóriumok, sportfejlesztések, informatikai fejlesztések és teljesen új iskolák is. Teljesen új iskolák. Itt vagyunk most. Azt is mondhatnánk a kellő és kötelező szerénységgel, hogy Klebersberg minisztersége óta Magyarországon ennyi iskola egyszerre nem épült. És hogyha szabad folytatnom, a legutóbb a kórház nagyszerű új szárnyának az átadása, akkor elkezdett polémiát Hendel miniszter úrral, kedves barátommal, akkor azt tudom mondani, hogy ez is honvédelem, úgyhogy az emberi erőforrások a honvédelemben is kiveszi a részét, hiszen az iskola és az egészségünk olyan dolgok, amikkel a hazát lehet védeni, és éppen Klebersberg volt az, aki azt mondta, hogy ha már nem lehet Trianon után Magyarországnak hadserege, akkor a hadsereg a kultúra lesz, az oktatás és a nevelés. Új iskolák épülnek, és ezek közül az egyik legszebb, és az egyik, amelyikre legbüszkébbek lehetünk, az éppen itt Szombathelyen épült. De hát úgy van ez már a magyar történelemben, hogy nálunk az építés az mindig újjáépítés. Újjáépítés, és először ez jó. Mert ha újjáépítünk, ez azt jelenti, hogy van mire építeni. Vannak alapok, amelyeket valamikor az őseink megvetettek, az elődeink elhelyeztek, és ezekre az alapokra építünk. Itt Szombathelyen természetes, hogy Szent Márton hagyományára építünk. 1700 év, egy olyan ember, egy olyan szent, aki, hogy mit jelent a keresztény hitnek a legszélesebb körű és a leginkább együttérző gyakorlása, hogy hogyan lehet együtt az egyház és a nép, abban egy olyan tanítást adott, ami ma sem halványult el, és milyen jó, hogy majd ezzel az új iskolával is jövőre a magyar kormány által is kinyilvánított Szent Márton évben együtt emlékezhetünk rá. Újjáépítés régi alapokra. És aztán van ennek persze egy fájdalmas vonatkozása is, és van itt egy másik név is, az iskola névadója, Brenner János. Azért kell szüntelenül újjáépíteni Magyarországon, a magyar történelemben, mert mindig vannak, akik rombolnak. Akik rombolnak, és aztán a romokból kell újat építeni, és igen, túl vagyunk az egyház üldözés időszakán, amelyik nem csak épületekben, hanem a lelkekben is rombolt, és mi tudjuk azt, hogy a lelkekben tulajdonképpen nehezebb újjáépíteni, mint azokat a falakat, amelyeket leromboltak, hiszen ott az alapok stabilak maradtak. Két név, Szent Márton és Brenner János, 1700 év és hamarosan a 60 éves emlékezési, két név, amelyek azt mutatják, hogy milyen ereje tud lenni az emberi hitnek és az emberi kitartásnak. Milyen ereje van az emberi hitnek és kitartásnak, ezen belül is a keresztény hitnek, milyen jelentősége van a személyes kiállásnak. A személyes kiállás az mindig számít. Mindig számít, akkor is, ha csak későn láthatjuk meg, akkor is, ha abban a percben még ez nem úgy tűnik, de mégis alapvetően a mi történelmünk, a mi megtartatásunk az emberi kiállásokra épül, emberi tanúságtételekre, emberi mártíriumokra. Igen, így van ez, hogyha későn is, de eljön aztán az igazságtétel, eljön az elégtétel, előhozzuk a múltból azt, amire emlékeznünk kell. Ezért vannak itt velünk a diákjaink, a fiataljaink, mert fontos, hogy legyenek, akik ápolják. Mi azért vagyunk itt, nekünk, a mi generációnknak és a következőknek jutott az a feladat ebben az országban, a Kárpát-medencébe, hogy mindazt, amit hallgatásra ítéltek, vagy talán halálra ítéltek, vagy kipusztulásra ítéltek, az 1948 és 1990 közötti időszakban, a kommunista diktatúra idején, azt újjáépítsük, azt előkeressük, azt előhozzuk, megbecsüljük és továbbadjuk a következő nemzedéknek, hogy tudják azt, hogy a szabadság mire épül ebben az országban. Ennek az egyházi iskolának az átadása
azért is olyan különös és megható, mert itt, ebben az iskolában és egyáltalán az egyházi oktatásban Magyarországon bizonyítanak valamit, ami ma még a, elnézést, hogy ilyet mondok, az ostobáknak a fejében és a lelkében ellentmondás. A versenyképes tudás, a 21. századi tudás, a modern műveltség és a hagyománynak, a kultúrának, a hitnek az ápolása nem ellentmondások, hanem édes testvérek. Az egyik a másikból táplálkozik. Nem technokratákat akarunk nevelni, hanem olyan erkölcsi ítélő képességgel bíró embereket, akik a legjobban tudják használni azt a 21. századi tudást, ami benne van az idegen nyelvek ismerete, benne van a digitális világ ismerete és használata, benne van a 21. századi színvonal, benne van a nagyvilágban való tájékozódás, de ugyanakkor benne van a hagyomány, benne van a kultúra, benne van a nemzetszeretet, benne van az éneklés, ha kell, akkor minden nap, benne van a honismeret, benne van a helyismeret és benne van a hit. Hiszen a hit és a tudás hány nagyszerű gondolkodó tanúsítja ezt az elmúlt 100 és 1000 években, a hit és a tudás az igazi hit, a felnőtt hit és az igazi tudás azok egymásnak nem ellenfelei, hanem édes testvérek. Jó lenne, ha ezt előbb-utóbb megtanulnánk ebben az országban is. Ma már azon senki nem vitatkozik, hogy az egyházi nevelésnek, oktatásnak értelme és helye van és szükséges. Most eljött egy új időszak, amikor azt szeretnénk, azon dolgozunk, hogy eljöjjön az együtt hatásnak az ideje, hogy még jobb munkamegosztásban az egyházi köznevelés és az állami köznevelés működjenek együtt, nem csak úgy, hogy az infrastruktúrát tudják együtt használni, hanem a belső tartalmakban is tudjuk egymásnak segíteni. Itt van egy egyházi iskola és egy aktuális bizonyíték arra, hogy érdemes együttműködni. Egy év, megmondom őszintén, a miniszter az sokkal kicsinyebb hitű, mint a lelkipásztor. Egy évvel ezelőtt itt a Gödörben azért én úgy gondoltam, hogy vagy így lesz, vagy nem. De hát egy évet majd kihúznak, még plusz egy évet itt a régi iskolában is, de nem ez történt. Itt van az iskola. Nagyon nagy dolog ez. Nagyon nagy dolog, mert én folyamatosan azzal küzdöm a minisztériumban, meg a kormányon azzal küzdünk, hogy megígérték, de nem lett meg, még kéne egy kicsi, mégse úgy lett, ez van, az van, amaz van, csúszik a határidő. Itt meg valakik ígértek valamit és megtartották. Követendő dolog ebben az országban, az alapkő után itt van a kész épület. Ha az egyház épít, és ez egy tapasztalat, 1000 év tapasztalat a Magyarországon, ha az egyház épít, az tartós és megbízható. Azért, mert hozzá teszi a saját erejét. Nem kívülről válja, hogy adjatok már valamit, hanem a saját erejére építve fogadja el azt a támogatást, és ezt is érdemes elmondani, az Európai Uniós pénzek azok magyar pénzek is. Abban benne van a mi pénzünk, benne van a mi lemondásunk, benne van a mi támogatásunk, és itt van mellette az a saját erő, amit az egyház mutat, az a fizikai erő, az az anyagi erő és az a lelki erő, amivel építenek. Azt is mondhatnánk, hogy micsoda nagyszerű múlt, micsoda nagyszerű épület, micsoda iskola és micsoda jövő. Még van a diákoknak 3 hete a vakációból, de már most is vannak, akik dolgoznak a magyar köznevelésben, hiszen van még tennivalónk bőven, de vannak már elvitathatatlan eredmények, még ha sokan el is akarják ezeket vitatni. Van életpályája a pedagógusoknak, vannak nagyszerű sikerei a diákjainknak a diákolimpiákon, Magyarországon és külföldön. Növekedett a szakosan ellátott óráknak a száma, elindult újra a szakfelügyelet, szakmaibbá vált a vita a köznevelésre, ennek nagyon örülök. Most még egy fontos dolog lenne, amikor szakszervezetek, amikor nemzeti pedagógus kar, amikor okos újságírók és maguk a szakembernek tartók vitatkoznak arról, hogy mit tanuljunk a magyar iskolákba, akkor végre szólaljanak meg a szülők is. Mégiscsak az ő gyerekeiket kapjuk kölcsön néhány évre, nekik a legfontosabb, hogy milyen lesz a családi élet, milyenek lesznek a gyermekei. Mi úgy tekintünk az oktatásra, hogy a családokkal összefogva szeretnénk a legfontosabb dolgot, a lelkek fejlesztését, a szellemnek a fejlesztését elérni. És akkor itt vannak valóban a fejlesztések, amiket említettem. 5 év, 500 iskola, több mint 100 milliárd forint. Ennek egyik égköve itt a szombathelyi Berenner János Katolikus Iskola. Köszönet. Köszönet a kétkezi munkásoknak, köszönet a támogatóknak, köszönet a tervezőknek,
köszönet a kivitelezőknek, köszönet az egyháznak, és leginkább köszönet az összefogásért. Mert erre van legnagyobb szükség, hogy mindenki hozzáadja azt, amit legjobban tud. Én azt kívánom magunknak, Magyarországnak és a Kárpát-medencei Magyarországnak, magyaroknak, hogy legyen az országban mindenütt így, legyen így az összefogás, mint ahogy ez itt Szombathelyen ennek az iskolának az építésében történt. Köszönöm, hogy meghallgattak.